1945. január 10-én mintegy 500 német származású embert hurcoltak el kényszermunkára Gyuláról a Szovjetunióba. A gyulai németvárosi templom mellett felállított emlékszobornál az esemény évfordulójához közeledve minden évben megemlékeznek az érintettekről, ahogy ez a tavalyi esemény képein is látható. A lámpa, ami található az emlékműben, azt egy túlélő hozta haza a bányából, és ezzel világítottak, amikor ott dolgoztak a bányában, és úgy gondoltuk, hogy mikor ezt az emlékművet állítottuk, hogy ebben ez egy nagyon szép jelkép lenne, ami rá van kapcsolva a város világításra, és ezért minden éjszaka világít végül is azokért az emberekért, akik ott meghaltak. Ezen a héten, január 13-án ismét megemlékeznek az elhurcoltakról a katolikus templomban megtartott szentmisén, majd az Apor Vilmos téren található emlékszobrot is megkoszorúzzák. A II. Világháború utáni megtorlások részeként 1945. január 10-én egy 53 vagonból álló szerelvény indult el több mint 500 gyulai némettel. Január 13-án a Málinki robotra elhurcolásra emlékezünk. Gyuláról 550 főt vittek ki a Szovjetunióba kényszermunkára. Ez alkalomból reggel 8 órától itt a németvárosi Szent József templomba szentmisét fogunk tartani. Ezt követően pedig egy megemlékezés lesz, ahol dr. Görgényi Ernő polgármester úr fog mondani emlékbeszédet. Majd pedig itt a Málinki robot emlékműnél fogunk koszorúkat elhelyezni. 5 év kényszermunkát követően a deportáltak közül többen hazaérkeztek, azonban voltak, akik tragikus körülmények között vesztették életüket. 2015-ben állítottuk ezt az emlékművet a Gyulaváros önkormányzata segítségével, de természetesen a volt gyűjtőhelyen, a kaszárnya falán, ami a mai Harukkán János közoktatási intézménynek a fala, ott is egy emléktáblát helyeztek ki. A vasárnapi megemlékezés nem az Apor téren ér majd véget, ugyanis a Harukkán iskolánál található emléktáblát is megkoszorúzzák.